Kedves Német Sándor Judit vagyok, 11 éves érsek vadkerter lakok, az osztálytársaim nagyon csúnyán káromkodnak, de hogyha beszélek, nekik Istenről csak kinevetnek, meg sem hallgatnak. Nem akarom, hogy a pokolba kerüljenek, mert szeretem őket, és az osztálytársaim, de nem tudok, mit tegyek, kérem segítsen üdvözlettel Judit. Sajnos Judit sokat nem tudok segíteni mindenkinek, minden kereszténynek hétköznapi tapasztalata ugyanez. Tehát a keresztény élet ma olyan, különösen azok, akik nem szégyelik a hitüket, nem szégyelik az Urat, a Bibliát, Istenek a beszédét, azok ma a megvetésnek, a gúnynak, a kiközösítéseknek a tárgyaivá tudnak válni. Egész világon szinte. És ezt nem lehet megúszni, és mi nem akarunk zsákba macskát árulni, aki keresztény akar lenni, te számolja föl a keresztény életnek az árát, a megvetést, a gunyolódásokat, csúfolják a Bibliát, csúfolják, hogy mibe hiszünk, azt hiszik, hogy szemenszedett hazugság az egész, mit kitaláltuk, olyan rizsa ez, mint amit a kommunisták mondtak az embereknek, hűítjük az embereket, stb. stb. Nagyon-nagyon sok ember él ebbe a városba, a Magyarország többi városaiban, településekben, akik így gondolkodnak Istenek az igazságáról. Ennek ellenére, és ezzel szembe. Én hiszem azt, amit Isten mondott, hiszek az Ószövetségben, hiszek az Új Szövetségben, hiszek Jézus Krisztusban, az Atyába, a Szentlélekbe, és egyáltalán nem bizonytalanítanak el, hanem folyamatosan arra sarkannak, hogy erősítsen meg az identitásomat, Istenhez, Jézus Krisztushoz való tartozásomat. Nem vagyok fasiszta, nem vagyok náci. Mert egy náci és egy fasiszta mit csinál? elkezdi ezeket az embereket, akik csufolják őt, és üldözik őket, és megvetik üldözni, a jogaitól megfosztani, erőszakot, fizikai erőszakot alkalmazni. Mi nem ezek az emberek vagyunk. Hiszünk, hogy a mi Istenünk nagy Isten, hatalmas Isten, ős ő, neki megvannak a módszerei a minden tudásában, és az eszközei is arra, hogy akiket elhívott, azokkal egyértelmű, azokat meg fog tudja szólítani. És sokan vannak olyanok, akik ma még talán kritizálják, vagy nézik ezt az adást, és megvetnek bennünket, gonyolnak bennünket, de hülyék ezek. Vasárnap lehetne más foglalkozást is találni, most ezek itt ülnek, és az, az ember hallgatják a rizsáját, stb. stb. Hát azt gondolom, hogy itt élünk, ezen a földön, tudjuk nagyon jól, hogy a polgártársaink, honfitársaink, hogy gondolkodnak, de ennek ellenére, és ezzel szemben, vallom, hogy Jézus az Úr, az Atya Isten dicsősége. Ettől lesz, judik neked is erkölcsi értéket, ettől lesz személyiséget, ettől lesz karaktered, hogy nem a környezetet határozza meg, nem a többségnek a gondolkozása, felfogása, értékrendje határozza meg a gondolkozásodat, hanem az döntöttet, hogy ez a könyv határozza meg az identitásodat. Ezért vagyunk itt a hitparban, és azt kérjük, hogy minél többen jöjjenek ide. Amen. És hogy, hogy, ne, hogy ne, nehéz megérteni, de azt látom, hogy az úr gondoskodik arról, hogy mindig legyenek olyan emberek minden korban, különösen a mai korban, akik megnyitják az életüket, szívüket ő előtte, és az ő ügyét eh, helyezik az életük első helyére, hogy mert őt akarják szolgálni munkájukkal, családjukkal eh, és más tevékenységükkel. Úgyhogy ti ilyen emberek vagy, vagytok, áldjon meg benneteket, Ábrahám Istenek gazdagon, és ugyanezt kívánom a kedves televízió nézőknek is. <tosz> Úgyhogy Judit, ez a mi örökségünk, áldani kell ezeket az osztálytársakat, jót kell kívánni nekik, a jó, van, akit meggyőz, van, akit még szemtelenebbé tesz, de nincs más útunk, mert ezt választottuk, hogy akit még szemtelenebbé tesz, akkor is nekünk meg kell maradni az igazságban és a jóban.